Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Borsodi Liga a Lengyelország-Magyarország EB selejtező mérkőzés miatt szünetel, azonban a Városi Kispeás labdarúgó bajnokság csapatai zavartalanul küzdenek tovább. A 19. fordulóban érdekes mérkőzésnek ígérkezett a középmezőny két együttesének összecsapása. Következzen a Bádogos-Fevita találkozó. Bádogos-Fevita mérkőzés a Székesfehérvári Kispályás Bajnokság első osztályának 19. fordulójában. Sárga mezben a Fevita, ők kezdték a játékot, míg zöld szerelésben a Bádogos csapata. Valószínűleg izgalmas mérkőzést láthatunk majd, hiszen mindkét gárda kisebb hullámvölgybe került az elmúlt fordulókban, és mindkét csapat szeretne ebből a hullámvölgyből kikapaszkodni. Az első lövőhelyzet, Vető Balázs eresztett meg egy lövést, de jól blokkoltak a védekező Bádogos játékosok. A két gárda jól kezdte a tavaszi szezont, mindkét csapat 3-3 győzelemmel indult. Utána azonban, mint említettem, jött egy kisebb hullámvölgy. A Bádogos a tavaszi első fordulóban 3-2-re verte a Total Foodot. A második játéknapon 6-2-re a Süni és barátaiból Szita KKT-vá lett csapatot, majd a harmadik körben 4-1-re a Polyák BT-t. Utána viszont az elmúlt két fordulóban jött két vereség. Előbb a MÁV gépészet Alba Kerámia csapatától kaptak ki 5-1-re, majd a legutóbbi fordulóban 4-2-re a jó formába lendülő Maraton Sport gárdájától. A Fevita 9-7-re verte az első tavaszi fordulóban a Bretton RT-t. A folytatásban 11-6-ra egy rendkívül gól és eseménydús mérkőzésen a C plusz V Atlantis Pubot. Majd jött egy újabb gólzáparos siker, 7-5 a Cooper SC ellen. Utána viszont beleszaradt a csapat egy nagyobb vereségbe, 9-3 a klub Feca ellen. Közben a Bádogos, gyanús helyzet, de még a vonalon kívül szabadrugás. Tehát 9-3-as vereség a Fecától, mert az elmúlt fordulóban egy újabb jó eredmény azért, 4-4 a második helyen álló Bombon ellen. Takács áll a labda mögött a szabadrúgásnál. A két csapat őszi meccsét sikerül kipasszolni a kapufától, és már indítják is Fevita játékosok szentét, akivel felszabadítanak. Tehát a két csapat őszi meccsét október 15-én rendezték, közben egy újabb helyzet, középen viszont nincs érkező. Az őszi meccset tehát 8-5-re a Bádogos nyerte, és reméljük, hogy sok gól lesz ismét. Közben egy eladott labda, nagyon veszélyesen próbálta hazadni Volent a labdát, és erre csapott rá Jurászik. Az első komolyabb helyzetre pár percet kellett várni, és könnyen kialakulhat a következő. Takács. A visszatett labdát azonban Vető Balázs füleli le. És egy hatalmas kapufa. Vető nem passzolt, hanem ellőtte a labdát. És bizony, most csak a jobboldali kapufa mentette meg a Bádogost a góltól. Ismét Vető, elő pedig Szente. Ők ketten egyébként a bajnokság góllövő listájának élcsoportjához tartoznak. Fevita játsza a bajnokságban a leggólerősebb meccseket. Eddig 93 gólt lőtt a csapat. És közben egy újabb kapufa. Ezúttal László Attila lőtt a létre. Tehát 93 gólt lő a csapat. Lőtt eddig. És 102-t kapott. Ez 23 pontra volt elég. És ezzel tizedik a Fevita, tehát épp hogy nincs kieső helyen. Igaz, a forduló előtt 4 pont volt az előnye a Polyák BT előtt.
Közben indulhat a bádogos. Nagy zicser, és az utolsó pillanatban Vető Balázs még bele tud piszkálni Szöglet. A bádogos negyedik helyen áll a bajnokságban, 31 pont, 62-57-es gólkülönbség az öldmezesek eddigi mérlege. Szöglet után egy bedobás. Ott a lövőhelyzet, és ott az első gól a mérkőzésen. Szerzője 10-es számmal Nyakas. Az 5. perc telt el, és a bádogos szerez vezetést. Egy kicsit elaludtak a Fevita játékosai, és ezt használta ki a zöldmezes gárda. 1-0 tehát. A Fevita csak a kapufákat találta el, és ez megbosszulta magát. Kezezés, a gólszerző Nyakas. László. Jó indítás, és lehalásza a középre fejelt labdát, Bodó. Nem volt szerencséje a sárga mezeseknek, hiszen kétszer is kifele pattant a kapufáról. A másik oldalon viszont tulajdonképpen a második nagyobb helyzetét, lehetőségét gólra váltotta a bádogos. Nincs, aki segítsen Szentének egyelőre. Végül felszabadítanak Sipos elől. Méghozzá úgy, hogy róla ment ki a labda, egy kirúgás. Újabb remek szóló. Az utolsó Strammer mutatta be. Óriási mozgolódás ott benn, és végül Strammer fejel mellé. László. Egyedül Vető megjátszható. Most Szentek kapta végül is a labdát, és jó a blokk. Skultéti mentett, és most már fordulhat a bádogos. És újabb zicser, két támadó, és nem tette vissza Nyakas lövésre Strammernek, hanem Jurászikot szerette volna középen megjátszani, ezt viszont könnyedén passzolták ki a Fevita játékosok, Takács. Nagyon finom és jó passz volt, lágyan emelte be a védők mögé, végül azonban nem lett semmi az akcióból. Ismét Vető próbálkozott lövéssel, de előtte már szabálytalankodtak vele szemben. Szabadrúgás mintegy 12 méterről. Szente is Vető a labda mögött. Végül Szente maradott. És levágódik a kéttagú sorfalról. Bedobás a Fevita javára 1-0-as bádogos vezetésnél. Vető. Egyelőre jól tartja meg. Szente. Középen nem érkezik senki. Bedobás. Inkább a Fevita támadott eddig a meccsen. A bádogos viszont gyorsan ellentámadásokon ment át. Igaz a gólt. Egy rögzített helyzetből szerezték. Közben ott az egyenlítési lehetőség, és véd Bodó, László Attila próbálkozott. Egy kicsit hosszan kapta László a labdát, de még így is bele tudott szúrni, és bizony le kellett érnie a kapusnak. Vető indítását közben Takács följ le, 4-2 ellen, és Takács nem passzol, hanem ellövi. Labda mellé is, fölé is. Vető. Majdnem meglepték. Hátulról a visszafutó Jurászik. És kiemelik a labdát. Sipos. Lászlónak szánta a labdát, de
Már az zöldmezesek fordulhattak szabadrúgás. Valamivel több mint 10 perc telt el a mérkőzésből, 1-0 a Bándogos Javár nyakas góljával. Strammer, majd a gólszerző nyakas, és a labda egészen hátra, a kapusig, Bodóig. Kiemelik Szent elől, bedobás. Vető, hosszan veszi át, és fordulhat a zöldmezes Bádogos, és hatalmas zicser marad ki. Strammer tulajdonképpen a dolog nehezét megoldotta, hiszen elvitte a védők mellett, és amikor a kapus mellett már csak a hálóba kellett volna emelni, akkor mellé lőte. És egy újabb remek védés Bodótól. Sipos Csaba próbálkozott, és csak most van kint a labda. Jó a Csell László, és mellé. Az egyik Bádogos játékosról hagyta a labda a játékteret végül. Szöglet, vető. Takács végzi el a bedobást. A Bádogosnak nem jött jól az elmúlt két fordulóbeli vereség. Közben nézzük az újabb lehetőséget meg itt nyakas helyzetben. És nem készíti le Takácsnak nyakas, hanem megpróbált átemelni Bologot, de elkerülte a labda a kaput. Tehát nem jött jól az elmúlt két fordulóban a vereség a Bádogosnak, hiszen a jobb gólkülönbség előttük álló Bretton is kikapott, és ha nem kap ki a csapat, akkor már a dobogó lehetne a Bádogos, de így csak a negyedikek egyenlőre. Szente, vető érkezik, kicsit hosszan kapta vető Balázs a labdát, és így nem volt veszélyes a lövés a kapura. Ez könnyedén kifejelik. Ismét vető próbálkozik egy lövéssel. És megint Bodó kapusnak kell bemutatnia egy védést. Vető Balázs nagyon aktív. Egyelőre ő próbálkozott a legtöbbet a sárga mezesektől. Nyakas. És Sipos pöccinti ki a labdát előle. Bedobás az zöldmezes Bádogos javára. Túl vagyunk a fél idő felén, amikor szabadrúgás 1-0 a Bádogos csapatának nyakas góljával. Körülbelül 10 méter a távolság. Labda mögött Takács, de Skultéti is ott van, és ő lövi el végül a legorított labdát, de messze fölé. Takács. Strammer előre, és már vető fordulhat. Vető Balázs sokat próbálkozik már lövéssel. Eddig egy kapufán kívül nem volt sok szerencséje, és hát természetesen a kapufánál sem, hiszen kifele pattant a labda. Takács szabálytalankodik Sipossal szemben. Vető. Sipos. Neki is volt már egy jó próbálkozása. Ez a lövés mellé szállt volna, de biztos, ami biztos, Bodó kapus még belepiszkált. Szente a bedobással. Takács kifejeli, és a labda egészen Balogh kapusig kerül hátra.
azonnal visszazár a bádogos. Ez egy veszélytelen lövés Szentétől. Azonnal visszazár a bádogos, nehéz helyzetbe kerülni a Fevita játékosainak. Egészen hosszú a kirúgás, és Balog paskolja ki. Vető elő elhozzák, és így már létszámfölényes helyzet Takács. És nem lőtt el Takács. Egy az egyben rávihette volna a kapura szemben a kapussal. De nem lőtt el, hanem a paszt választotta. Így csak bedobás lett a helyzetből. Nyakas tette vissza középre a bedobást, már veszélytelen volt. Szente hosszan vette át. Teljesen óriási védelmhiba, és a kapufa most segítette a Fevitát. Jó volt a próbálkozás, a harmadik kapufát láthattuk a meccsen. Jurászik, egyelőre nem tudja, kit válasszon. Végül Nyakas szerette volna megjátszani. De most már Vető fordulhat. Takács. Ott nincs senki. Sem az ellenféltől, sem pedig a játékos társaktól. Szente. Nem tudja magát áthámozni a védőkön. Sipos. Ott a kipattanó. És a nehezen is, de megvan az egyenlítő gól. Egy 17 percet kellett várni rá. Megvallom őszintén, én úgy láttam, hogy Sipos Csaba a gólszerző. Amikor Szente bejjebb segítette a labdát, akkor úgy érzem, már bent volt a kapuban. 1-1 tehát. Sikerült egyenlítenie a Fevitának. És talán ez igazságosabb eredménynek tűnik eddig, a döntetlen. És majdnem jön a válasz. Újabb kapufa. Most már ebben a tekintetben is egál. Strammer volt, aki egyébként felső létre bólintott. Újabb szöglet. Jó az. Bizony milyen jó. Nyakas második gólját lövi a meccsen. 2-1 a bádogos javára ezzel. Szinte azonnal visszaveszi a vezetést a zöldmezes csapat. Hasonló gólt lőtt most a bádogos, mint az első találat volt. Egy beadást Nyakas értékesített kapásból. 2-1 ezzel. Nem sokáig örülhettek az egyenlítésnek a Fevita játékosai. Azonnal jött a válasz. Vető. László egyelőre nem tud kit megjátszani. Szente. És lepattant a védőkről. Könnyen műsködnek a bádogos játékosok. Jó lehet az még. Így már nem. Veszélyes volt, ahogy eladták a labdát a saját kapujuk előtt a zöldmezesek. Bodó lövi hosszan előre. Azonban túl hosszú volt a labda. Túl meredek. Vető. Volent. László pörgeti tovább Síposnak. A visszatett labda azonban a két gólos Nyakas zsákmánya. És már jött az ellentámadás. Még mindig ott a lehetőség.
És a sárga mezesek dobhatnak. Most Vető és László mutat be egy kis könnyelműsködést. Szabó. Jurászik. Egy szögletet sikerül kiharcolnia. Ez pedig eddig veszélyesnek bizonyult a Fevita kapuja előtt. Ezúttal nem. A 11-es számú Strammerről hagyta a labda a játékteret. Újabb hosszú labda Bodó kapustól. Ezekkel a hosszán eredett labdákkal időre nincs szerencséje a bálogosnak. Sipos. És sikerül ismét blokkolni. Nyakas. Ez a lövés mellé. Volent majd Vető. És a másik oldalon sem. Jönnek össze a hosszú indítások. Vető Balázs. Szentét szerette volna megjátszani. Kezdve ma nem számított erre a hosszú indításra. Ha jól számoltam, ez a negyedik hosszú labda volt Bodó kapustól, ami nem jött össze. Nem sikerült megjátszani a csapattársaknak. Vető. Sipos. Ez viszont egy jó lövés volt már. Vető kocog ki a szöglethez. 2-1-es bádogos vezetésnél. És ott volt a lehetőség a 2-2-re. Még mindig ott a helyzet. És végül csak felszabadul a zöldek kapuja. Ha üggyel, bajjal is, de sikerült menteniük. Jurászik. Szabó. Már túljutott két védőn, és Balognak kell lábbal hárítania. Lassan-lassan közeledünk az első játékrész utolsó perceihez. A bádogos 2-1-re vezet a Fevita ellen. Nézzük, lesz-e lövés. Végül van egy ballábas lövés. Strammer próbálkozott. Rövid felső sarok felé. Azonban nem volt pontos az irányzék. László. Elől csak Szente. Mozárkoztak fel a többiek. Lövés blokkolják, nem volt kinek adnia. László. Vető. Volt egy pár jó lövés, már Vető Balázsnak, ezúttal is megpróbálkozott egyel. És fordulhat a bádogos. Ott az újabb lehetőség. És a remek formában játszó Nyakas harmadik gólját szerzi. Két gólos előnyhöz juttatva ezzel csapatát. 3-1 a bádogos javára. Kitámadott a Fevita az egyenlítés érdekében. És ezúttal a korábban már említett kontrák eredményt hoztak. Nyakas harmadik gólját szerezte. Közben szöglet a Fevita javára. Amit most egy bedobásra cseréltek. Ez egy szép összjáték volt, és az utolsó pillanatban sikerült odaérni a Strammernek. Vető. Ketten is a hosszú oldalon, és Sipos második góljával felzárkózik a Fevita. 3-2. Fontos gól volt ez a sárgamezes csapatnak, hiszen még a szünet előtt sikerült egy gólosra csökkenteni a hátrányt. De fél idő végére felpörögtek az események. És eddig csak két játékos tudott gólt szerezni. Nézzük, lesz-e folytatás, nagy helyzet volt. Szabó
előtte a kapu előtt. Tehát 3-2, de eddig csak két játékos tudott gólt szerezni a válogatott csapatából. Nyakas háromszor talált be, meg a másik oldalon Sipos duplázott. Nézzük, látunk-e még gólt ebben a félidőben. Nyakas egészen hátra. Ez pedig hosszú. Seiler nem érhette el. És ebben a pillanatban vége az első félidőnek. A bádogos csapata tehát 3-2-re vezet a szünetben. A Fevita ellen egy gólos hátrányt kellene ledolgozni a sárgamezes csapatnak a második félidőben. Időben. 3-2 az állás tehát a bádogos Fevita mérkőzésen a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 19. fordulójában. Egyelőre hullámzó mérkőzést láthattunk, annak ellenére, hogy eddig csak a bádogos vezetett. Két gól is volt már a zöldek előnye az első félidő végén, azonban sikerült minimálisra csökkenteni a Fevitának a hátrányt, és ebben a pillanatban kezdődik a második játékrész. Egy hosszú előrevelés ismét Bodó kapustól, a bádogos portásától. Eddig ezek nem jelentette komoly veszélyt a Fevita kapujára. Vető. A sokadik Vető Balázs lövést láthattuk. Szente. És fordulhat a bádogos. Nézzük, 3-2 ellen. Közben már visszaért Vető is. Skultéti lövésszerű középre passzába beleléptek, szöglet. Ez könnyedén hatást tanította a Fevita. Vető. Hatalmas gól. Megvallom, egy pillanatra én azt hittem, hogy kapufa volt. Gyönyörű gólt lőtt Vető Balázs. 3-3 ezzel 3-1-ről sikerült egyenlíteni. A sokadik próbálkozás bejött Vetőnek, nagyon átlátta ezt a lövést. Én valóban azt hittem egy pillanatra, hogy a kapufáról pattant ki, olyan gyors volt a labda. Szente dobhat közben. Mindössze két perc telt el a fél időből. Egy kicsit Sípos mögé ment a labda, így veszélytelen volt már. A három gólos Nyakas próbált meglépni. Bedobás. Szente. És egészen érdekes módszerrel hárít Bodó kapus. Nyakas. Balog. Nak kell lábbal hárítania, és most fordulhat a Fevita. Ha a Sipos le tudta volna passzolni a túloldalon Szentének, óriási bajba kerülhetett volna a bádogos. Ilyen szempontból nagyon fontos volt ez a blokk. László. Könnyedén lefüleli Szabó. Egy kicsit most kapkodóvá vált a meccs. Nem jön be a sark. A sarkazás, Strammer próbálta így módon hálóba jutatni a labdát. Mindkét gárdának hajtania kell, hiszen az egy pont igazából egyik csapatnak sem jó. Jó a szerelés Lászlótól. Seilert állította meg. Szente. Újabb kapufa, és a kipattanó bent van. Sípos próbálkozása még kijött a felső létről. A kipattanó labdát azonban Vető kapásból a kapu jobb oldalába küldte. 4-3. Nem telt még el 4 perc a második félidőből, és megfordította az állást a Fevita.
1-3 volt még az első félidő végén, a Bádogos javára innen lett 4-3 a Fevita javára. Szöglet közben. Jurászik végzi el ismét a sarokrúgást. És Balognak kell védenie. Strammer próbálkozott. Szöglet a másik oldalról, illetve nem, bedobás. Jó volt a fejes, vetőről pattant le, a lövés végül fölé. Szente, Sipos. Szente próbálkozását védte lábba a Bodó. Sipos, ez pedig már Szabóé. Kicsit veszélyesen adták haza Bodó kapusnak a labdát. A játékos társak ezért kellett így hirtelen felszabadítania. Szentét lökte az ötös számú Skultéti a levegőben. Szabadrugás, mint egy 10 méterről. Jelentkező van bőven a szabadrugásra. Vető végül óriási bombát eresztett meg. A felső lécről jött le a lövés. Jurászik a bedobással. A fejest védte Balog. Volent pedig rápattintja ellenfelére a labdát. Bedobás a Fevita javára. Valamivel több mint 6 perc telt el a második félidőből. Sipos próbálta középre játszani Szentéhez a labdát, amikor visszaért egy védő. 4-3-ra vezet a Fevita. Amiből könnyen 5-3 lehetett volna most. Szente lőhette volna Fevita 5. gólját. Vető leveheti. Vető Balázs. A Bádogos végezhette el a bedobást végül. Nyakas. Ez jó labda. Üres a kapu. És ott is van az egyenlítő gól. Egy szépen kijátszott akció végén Jurászik egyenlít. 4-4 ezzel. Ismét egyenlő. A 33. percben járunk, 4-4 tehát. És ismét fordulhat a Bádogos. Ezúttal nem volt olyan pontos passz, mint az előző gól előtt, amikor egy nagyon szép akciót láthattunk. A bedobást kifejelik a Fevita játékosok. Jurászik talp alatt pedig elcsúszik a labda. Volent. Ott nincs senki. Kirúgás. Bodó ismét hosszan előre. És ez is Balog zsákmánya, ha közvetve is, hiszen csak öklözni tudta a kapus. De marad a Fevitánál a labda. Volent, de szemben szabálytalankodtak. Skultéti, Jurászik. Balognak kell hárítania. Jó volt a lövés. Középen óriási mozgás. Meg is volt a helyzet. Strammer fejelt alig mellé. László.
Ismét egy passz a semmibe. Most sok labdát el szórakoznak elől támadásban a Fevita játékosok. Varga Gyula fejelte ki a labdát, és ismét ő szabadított fel. Szokás szerint Jurászik végezte a szögletet, és most fordulhat a Fevita, de Szentét beérték. Nyakas, Jurászik. Nyakas és Vető küzd, a zöldek dobhatnak. Strammer, ballognak kell hárítania. Tíz perc telt el a második félidőből, 4-4 a bádogos Fevita mérkőzés. A zöldmezes bádogosnál Nyakas háromszor talált a hálóba, így a negyedik gólt Jurászik szerezte. A másik oldalon Vető és Sipos, két-két gólos. Ez jó meglátás. Az előre lopakodós Kultéti bombázott, azonban a saját játékos társára lőtte a labdát. Vető, László, könnyedén szereltek a zöldmezesek, Jurászik, László piszkál oda, Nyakas, szépen járatják most a bádogos játékosok a labdát, de nem jutnak közelebb a kapuhoz. Szabó végzi a bedobást. Nyakas, egy Varga fejelte ki. Sipos. A lövésbe belelépnek, szöglet. Négy-négy az állás, egyelőre tehát nem tudni, hogy melyik csapat tudja megszerezni a győzelmet, hiszen fejfej mellett haladnak a gárdák. Teljesen egyedül érkezik itt ezen az oldalon Szabó, de átér Varga és blokkolja a lövési kísérletet. Újabb kapufa. Strammer nem először próbálkozik fejessel. Most járt a legközelebb a gólhoz. Láttunk 8 gólt, és láttunk már jó pár kapufát is a meccsen. Volent végzi el a kirúgást. Sipos. A 8-as számú Szabó birkózta le a pálya közepén. Közben elérkeztünk a félidő feléhez. 4-4. Még belepiszkált egy láb, így szöglet. Közben cserék a bádogos csapatánál. Takács érkezett ismét a pályára. Nyakas. Sipos. Varga. Vető. Varga. Lopakodik fel, és a lepattanó a bádogosé. Egy hosszú indítás, Strammer nem érte el. Elég sok hibával játszik mindkét csapat. Ennek ellenére egy újra múlt találkozó. Sipos elől fejeli ki Takács, Varga lövése pedig már veszélytelen. Takács. És létszámfölényben a zöldmezesek, de végül balokkapus kaparintja meg a játékszert. Vető. Szente. Sipos. Majd újra Vető Balázs. Kapu előtt pedig nincs senki. Sikerül-e valamelyik csapatnak megszerezni a győzelmet
a meccs végén, a lefújáskor ez a nagy kérdés. Jól blokkolt Skultéti. Újabb hiba. Nem értették meg egymást. Nyakas és Jurászik. Varga. Így lett jó, hogy beleért egy láb. Ott a lehetőség, jó a csel, és jó a lövés is. Szente András góljával ismét vezet a Fevita. 5-4 ezzel. 10 perc a lefújás előtt. Ismét vezet a Fevita. Szente András első gólját lőtte a meccsen. Most ismét a Bárdogos csapatának kell kapaszkodnia. Nyakas kerül a földre. Volent és Szente közös erővel juttatta oda. És közben egy sárga lap reklamálásért Vető Balázs. Nehéz helyzetbe hozza ezzel csapatát. 2 percig emberelőnyben játszhat a Bárdogos. Vitatta a szabálytalanság tényét Vető. Játékvezető ezt egy sárga lappal honorálta, ami egyúttal 2 perces kiállítás. Emberelőnyben tehát a zöldmezes Bárdogos. Az első rohamot sikerül hatástalanítani a Fevitának. Egyelőre úgy tűnik a másodikat is, és most fordulhatnak is. Szente. Egyelőre nincs érkező ember középen, Szente. Most gurítja vissza Siposnak. És emberhátrányban lő gólt a Fevita. 6-4 ezzel. Sipos 3. gólját szerzi. Egy mintaszerű kontrakció végén. A visszagulított labdát nyugodtan lekezelte Sipos, és be is lőtte. Ember hátrányban is gólt lő a Fevita, és ezzel 2 gólos az előnye már. 6-4. Nyakas. Rá nem lehet palasz. Hatalmas kapufát lőtt. Éppen azt akartam mondani, hogy Nyakasra nem lehet panasz, hiszen 3 gólt lőtt, és most majdnem megvolt a 4. is. Varga íveri előre, Szente felé. Azonban már fordulhat a Bárdogos. Ez nem volt túl jó kísérlet, messze elkerült a kaput. Strammer lövése. Közben lejárt a kiállítás. Nemhogy nem tudott egyenlíteni a Bárdogos, még tovább nőtt a hátránya az ember előnyben játszó, illetve korábban játszó gárdának. A magasan felemelt labdára Varga, és Strammer indult, és szabálytalanság, de nem ők szabálytalankodtak, hanem az elfejelt labdáért zajló harc hozott szabálytalanságot. Vető a labda mögött. Vető, és Szabó piszkál oda, bedobás. Varga lövését védi Bodó. Jó a visszagorított labda, még mindig ott a lehetőség. És Szente 2. gólját szerzi. 7-4. Ez már meggyőző előny. Zsinórban lövi most a gólokat a Fevita, és most már 3 gól az előny. A szünetben még a Bárdogos vezetett 3-2-re, második félidőben azonban egyértelműen jobb a Fevita. Ember hátrányban is gólt tudtak lőni, és megérdemelten vezetnek most már 7-4-re. És mivel 6,5 perc van már csak a találkozóból, így nagy lépést tettek a győzelem felé. Nézzük, lesz-e újabb gól. Kicsit röviden kapta vissza Vető Balázs a labdát. Sipos, és belelépnek a lövésbe.
Vető. Jó volt a próbálkozás Szentétől. Azon a célzás nem volt pontos. Szente. Egy kicsit elkapkodtam, hogy Szente, hiszen a túloldalon érkezett Sipos. Bodó. Ismét ott a lehetőség. Teljesen kitámad a Bádogos most. Fevita most nem kapkodja el a támadás befejezést, hanem inkább gólt szereznek. 8-4. Sipos Csaba negyedik gólját lövi. Hát a szünetben, amikor 3-2-re vezetett a Bádogos, megvaló nem számítottam erre a fordulatra. A második játékrészt veszük alapul, akkor az állás 6-1 a Fevita javára. Takács. Nyakast szerelik. Szente indulhat. A kapus kijött a kapuból. Nem sikerült Szentének kapura továbbítania. Bedobás. Vető hagyta ki az újabb lehetőséget. A kitámadó Bádogos mellett sorra kerül helyzetbe. A második félidő közepétől a Fevita, és ezeket ki is használja a gárda. Sipos Csaba 4 gólt lőtt, Szente és Vető 2-2. De szép a továbbítás, és szép góllal farag a hátrányán a Bádogos Strammer. Ilyen akciókból építkezhetne a Bádogos, és tulajdonképpen amilyen helyzeteket kidolgoz a Bádogos, azokat gólra is váltja, de kevés ilyen lehetőséget tud összehozni az öldmezes csapat. 8-5 tehát. Ugyanannyi az állás most, mint amennyi ősszel a végeredmény lett, igaz fordított előjellel, hiszen akkor a Bádogos nyert 8-5-re. Bodó ível ismét a kapu elé, és megint Balog paskolja ki. És megint neki kell felszólítani, de most röviden. És csak bent van. Hát nagyon érdekes gól. Jurászik. Lőtte középre, Vető Balázsról. Előbb a jobb oldali kapufára, majd onnan a bal oldali kapufára. És ha jól láttam, onnan bal kapus hátára, majd végül a hálóba került a labda. Még elmondani is hosszú volt. 8-6. Két gólt lőtt Zsinórban most. A Bádogos. És két percük van. Van, mert több mint két percük van, hogy egyenlítsenek. Takács csúsztat mellé. Góltát láttunk bőven. Jó volt a becsúszó szerelés Vargától. És a hetedik Fevita gól, amit szentelőtt, azt jelenti, hogy elérte a 100 gólt a Fevita csapata a bajnokságban. Nézzük meg, lesz-e a 102, megvan Vető Balázs. Harmadik gólját lövi. 9-6 a Fevita javára ezzel. És most már 102 gól a Fevita termése. Nyakas. Bedobást ő végzi el, és Vető fordulhatna, de a kezére pattant a labda, szabadrúgás. A Fevita 9-6-ra vezet, és mivel 1 perc, 15 másodperc van hátra a mérkőzésből. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nyeri a találkozót. És ezzel továbbra is messze van a kieső
helyektől a sárgamezes csapat. Sőt, most növelhetik is az előnyt Szente. Nem történt szabálytalanság. Takács vágta ki a labdát. Jó, egyéni teljesítményeket láthattunk a meccsen, hiszen Fevitától Sipos 4-szer, míg Vető 3-szor talált a hálóba. Míg a másik oldalon Nyakas lőtt 3 gólt. Újabb távoli próbálkozás, szöglet. Vető, ez blokkolja Nyakas. Varga teszi vissza, Vető. Egyelőre nem adja le Szente, csak most, és volent lövésébe belelép Takács. És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, 9-6 arányban nyeri a találkozót a Fevita úgy, hogy a szünetben még a Bádogos csapata vezetett 3-2-re, azon a második játékrészben a végül 4 gólig jutó Sipos és a 3 gólos Vető Balázs vezetésével a sárgamezes csapat megfordította az állást, és magabiztosan nyeri a találkozót. Még egyszer a végeredmény, Bádogos Fevita 6-9. A 19. fordulóban újabb pontot gyűjtött a Total Food, a Szépházak pedig még mindig 100%-os teljesítményt produkál. Elöljáróban ennyit, következzenek az összefoglalók. Nem volt fordulatoktól mentes a tabella hátsó régiójában tanyázó két csapat, a Szita KKT és a Polyák BT találkozója. A fehérmezes Szita szerzett vezetést, majd a Polyák egyenlített. Az első félidőben az egykori baráti társaság eredményesen végezte el a pontrúgásokat, és ez idő alatt a zöld-fehér Polyák még az üres kapuba sem talált be. Fordulás után kontraakciókból zárkózott fel a Polyák BT, így a meccs hajrája 3-3-nál kezdődött. Ekkor a Szita KKT-nek volt több gólszerzési lehetősége, ám az utolsó pillanatban mégis a Polyák BT szerezte meg a győztes találatot. A végeredmény Szita Polyák 3-4. Úgy tűnik, némi szerencsét hozott a zöld-fehérmez. Hát ezen a meccsen csak ennek lehetett örülni, mert a játékunk az katasztrofális volt. Most tényleg szerencsével nyertünk, de attól függetlenül örülök, hogy kiszenvedtük ezt a győzelmet. Az a baj, hogy egy fontos mérkőzést vesztettünk el, ha valami cserénk van, akkor biztos, hogy tudjuk hozni ezt a mérkőzést, de hát így sajnos egyre nehezebb lesz a bennmaradás. Az október 29-e óta pontot sem szerző Total Food igencsak meglepte az ősszel remeklő, ám tavasszal gyengélkedő MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Az első félidőben már 3 gólos előnyre tetszert a kékmezes sereghajtó, a MÁV ebben az időszakban csak saját kapuját tudta bevenni. A második játékrészben a MÁV Gépészet nekirontott ellenfelének, és már a Total hálója is rezdült. A félidő közepén már 5-2 volt az eredmény, és érett a meglepetés. Azonban az állandó kapusát nélkülöző MÁV Gépészet óriási akarásának köszönhetően felzárkózott, és a találkozó végén egyenlített. Így alakult ki az 5-5-ös végeredmény. Az első félidőben volt kb. 3 kapufánk. Az elején kaptunk 2 kontrából 2 gólt. Az ellenfél visszaállt, jól kontráztak, nem ügyetlen csapat, de hát most ez jött össze. A végén most szerencsénk volt, nem volt szerencsénk. Megtettünk mindent, úgy éreztem, hogy előlétben is jobbak vagyunk, illetve játékban. 40 percig próbálták törni a játékot. A végén szerencsénk volt, most azt tudom mondani. De ennyi erővel nyerhetünk is volna. Egyén 3-0-ra vezettünk, a rutin. Ez is szerepet játszott abban, hogy kikaptunk. Végülis az akarással nem volt, tehát technikán az még van, technikán van még mit csiszolni. Gratulálok a csapatnak, tényleg 3-0-ról se adták fel, küzdöttek. Semmi negatív dolgot nem tudok mondani a csapatról. Hát nekünk már úgy néz ki, hogy a helyünk már biztosított a másodosztályba. A középmezőnybe tartozó Klub Feca és C plusz V Atlantis Pub összecsapása érdekes csatának ígérkezett. A bordómezes Feca szerzett vezetést és a játékot is a fiatalabbak irányították. A C plusz V többnyire kihagyta helyzeteit, majd a szünet előtt bombagóllal szépített. Fordulás után Máriásiék eldöntötték a győzelemért járó 3 pont sorsát, azonban a kékmezesek újabb szépségdíjas találattal kozmetikázták az eredményt. A Klub Feca 4-2-re verte az egyre nehezebb helyzetbe sodródó C plusz V-t. Csekáig 10 évig uralták ezt a kis pályás bajnokságot,
Hát kicsit megöregedtek, tehát egyre könnyebb ellenük játszani. Feca most milyen szériát utott magáinak majd a közeljövőben szerinted? Hát most 6 meccsből 5-öt nyertünk, ez egy jó széria, aztán hogyan tovább, mi nagyon rapszódikus csapat vagyunk. Ha a gólokat pontozásra játszanak, akkor biztos mi nyerünk, mert mi 2 gyönyörűt rúgtunk, ők meg olyan helyzet nélkül olyan talált gólok voltak. Főként, úgyhogy mondom, talán szépségre játszak, akkor lehet, hogy mi nyerünk, csak sajnos ez a gólok számára vegy, és nem a szépsége, és abban az utóbbi időben elég hadilában állunk. Hozzátartozik az, hogy megint csere nélkül kellett végigjátszanunk a mérkőzést, és ez nekünk már így sok. Szóval az ellenfél úgy áll össze, hogy aktív NB3-as játékosok, meg megyei osztályban játszó játékosok, mi meg hát itt lelkes, nem olyan fiatal amatőrök, még ha valaki, mikor is futballoztunk, úgyhogy így nehéz, főleg úgy, hogy nem tudunk tényleg egyet szusszani sem, mert nem jönnek el azok az emberek, akik mondjuk meghatároznák most a csapatnak az erejét. Úgyhogy én azt hiszem, hogy így viszont az, hogy 4-2-re kikaptunk, az gyakorlatilag még olyan elfogadható, és ha egy vereség elfogadható lehet. A bajnoki cím felé rendületlenül menetelő Szépházak 94 ingatlan iroda, a tavasz eddigi meglepetés csapata a Maratonsport ellen lépett pályára. A fehérmezes listavezető meg is szenvedett az első félidőben, hiszen a zöldmezes maraton vezetésével fordultak a csapatok. A második félidőben aztán eredményre vezetett az ingatlan iroda elkeseredett ostroma, és az egyenlítő gól után már egyre inkább átvette az irányítást. A végére aztán érvényesült a papírforma, a meglepetés még várat magára, ha egyáltalán lesz csapat, amely pontot rabol Salacéktól. A Szépházak 94 ingatlan iroda 3-1-re nyert a Maratonsport ellen. Az első félidőben nem hozott szerencsét az új szerelés a második helyen álló Bombonnak a Bretton RT elleni mérkőzésen. Az 5. percben ugyan a Bombon szerzett vezetést, ám ezután kezdetét vette a Baló Sándor show. A Bretton RT játékosát nem tudták tartani, 12 perc leforgás alatt 5-ször vette be az ellenfél hálóját. Ennek köszönhetően 5-4-es előnnyel fordulhatott a Bretton, és ezt növelni is tudta a második félidő közepén, természetesen Baló révén. A 6-4-es állás egészen a 46. percig tartotta magát, ekkor azonban az emberelőnyben játszó Bombon fergeteges hajrát nyitott, és végül sikerült is megmenteniük az egyik pontot. A végeredmény Bombon, Bretton RT 6-6. Nem vagyunk elégedettek, úgy érzem, hogy egy megnyert mérkőzés volt. A mérkőzés nagy részében szerintem mi játszottunk jobban. Az az igazság, hogy a végét nagyon elszúrtuk. Voltak helyzeteink, amiket nem használtunk ki, ezen kívül volt egy kiállítás, amit úgy érzem, hogy nem biztos, hogy meg kellett volna adni, és sajnos ez a két dolog, ez összehozta nekünk a döntetlent. 6-6 lett a meccs, igazságos a döntetlen? Igazságos, úgy gondolom, hogy az ellenfél jobban játszott, főleg az első fél időben, utána érthetetlenül megálltak egy kicsit, és kihasználtuk a megingásaikat. A végén úgy gondolom, hogy az igazságos döntetlen, mind a két csapat nyerhetett volna. Szerencsés góllal egyenlítettünk, de sok helyzetünk volt igaz nekik is. Úgy gondolom, hogy mind a két csapat rászolgált volna a győzelemre, de a döntetlen mindenféleképpen igazságos. Az idei bajnokságban először mérte össze erejét a Turulány és a Cooper SC, mivel ősszel a kékmezes Cooper nem tudott kiállni a találkozóra. Ezúttal együtt volt a csapat, és egészen az első félidő közepéig tartotta is a gárda a dobogóra igyekvő ellenfelét. A Turul vezető gólja után beleerősített a kiesés ellen küzdő csapat, és a szünet előtt meg is fordította az állást. A második 25 percet a Turul kezdte jobban, és 2 gyors góllal már is náluk volt az előny. A valamivel több helyzetet kidolgozó Cooper nem adta fel, és mivel az utolsó percet 4-4-jel kezdték a csapatok, úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul a meccs. 20 másodperccel a lefújás előtt azonban egy fejes gól a Turul javára fordította az állást, amely így 5-4-re legyőzte a Cooper SC-t. Úgy érzem, hogy a csapat megtett mindent a győzelemért, és ma ezért sikerült nyelnünk, mert végig akartuk, és meg tudtuk fordítani a meccset. Rengeteg helyzet maradt ki mindkét oldalon, úgy tűnt, hogy egy kicsit baj lett volna az összpontosítással itt is, és ott is. Igen, szerintem ebbe közrejátszott az is, hogy 9:30 kezdtük a mérkőzést, és ilyenkor már nehezebben tud összpontosítani az ember, de hát legközelebb igyekszünk jobban odafigyelni, és akkor simább lehet a mérkőzés. Nézzük az első osztály 19. fordulójának eredményeit. Szita KKT, Poyák BT 3-4, Total Food, MÁV Gépészet, Alba Kerámia 57 Kft. 5-5, Klubfeca, C plusz V Atlantis Pub 4-2, Szépházak, Maratonsport 3-1, Bádogos Fevita 6-9, Bonbon, Bretton RT 6-6, Turulány, Cooper SC 5-4. A tabellát a Szépházak vezeti továbbra is 100%-os teljesítménnyel 57 ponttal, második a Bonbon 38, míg harmadik a Turulány 33 ponttal, a Bretton RT a negyedik helyre szorult vissza 32 ponttal. 5. a Bádogos, 6. a Klubfeca, 7. a MÁV Gépészet, 8. a Fevita,
9. a C+V, 10. a Maratonsport, a kieső helyeken pedig 11. a Polyák BT 22, 12. a Szita KKT 19, 13. a Cooper SC 15 és 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B-ben a következő eredmények születtek: Truck Trailer, Placbo Veszprém Beton 5-4, Ságépítő RT, Erszáb Alba Logisztik Széphő 2-3, Dekkebau Más Tészta 5-5, Zöldker, Fészeképítők 1-6, Fehérvíz, Hungária Taxi 7-3, FC Chelsea, Koral 0-9, VDA, Opsitos 4-6. Itt a tabellát: a Fehérvíz vezeti 51 ponttal, második a Truck Trailer 49, míg harmadik a Fészeképítők 33, és negyedik az Erszáb szintén 33 ponttal. Ötödik a Dekkebau, hatodik a Koral, hetedik a Más Tészta, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Zöldker, tizedik az Opsitos, a jelenlegi kiesők pedig 11. a VDA 18, 12. a Ságépítő RT 15, 13. a Hungária Taxi szintén 15, és 14. a Placbau 14 ponttal. Kedves nézőink, a jövő héten, azaz a 20. fordulóban a következő mérkőzéseket láthatja az, aki kilátogat a Videoton Oktatási Központba kedden és csütörtökön: Bretton RT Bádogos, Polyák BT Turulline, Cooper SC Klubfeca, MÁV Gépészet, Sünés Barátai, Fevita Szépházak, C+V Bombon, Maratonsport, Total Food. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!